István apja trónjára emeltetvén azon kezdett elmélkedni, miként juttathatja neki alávetett népet az egyisten tiszteletére. Részlete a Jankovics Marcel rendezte, mondák a Magyar Történelemből című animációs filmsorozatból. Most hasonló alkotásokra írt ki a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum pályázatot. Olyan alkotók műveit várják, akik érdeklődnek a történelem iránt, de nem elégszenek meg a száraz tényekkel, hanem mélyebben foglalkoztatja őket, hogyan élhettek elődeink a hétköznapokban, milyen örömeik, problémáik lehettek. Olyan alkotásokat várunk, amelyek egy kicsit tovább gondolják a Szent Istvánról ismert dolgokat, gondolok itt a fiához írt intelmeire, vagy a krónikában látható krónikából ismerhető történetekre. Ezeknek a tovább gondolását szeretnénk, aktualizálását tulajdonképpen. Képregényt vagy animációs filmet lehet készíteni Szent István király egy napjáról, arról, hogy milyen lehetett ő a családja körében, miért lett szent, vagy ha most találkozna velünk, milyennek látna bennünket az életünkben. A felsorolt témák közül egyet vagy akár többet is választhatnak a pályázók, de új témákat is kitalálhatnak. Igazából itt most a gyerekek fantáziáját, illetve a játékosabb kedvű felnőttek fantáziáját szeretnénk megmozgatni, felfrissíteni. Tehát tényleg erre gondolunk, hogy ha belehelyeznék egy teljesen más korba, korszakba, akkor vajon hogyan viselkedne? Tehát nem úgy, mintha itt nőtt volna fel közöttünk, hanem ha egyszer csak ide csöppenne például, vagy hogyan telhetett el egy napja. 6 éves kor fölött bárki nyújthat be pályázatot. A részletekről az érdeklődők a múzeumban, vagy az intézmény honlapján informálódhatnak. Az alkotásokat május 17-éig kell eljutatni személyesen, vagy postán a múzeumba. A legsikeresebb pályázók értékes tárgynyereményeket kapnak, illetve a legjobb filmeket folyamatosan vetítik majd a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum ősszel nyíló Szent István kiállításán.